kiment ott a kamrába, meglátta, hogy nincsenek a két bicikli, kutya sehol nincs, nem volt. Akkor épp nézem, a teraszon vannak virágok, épp mondom, valakinek kellett a kaktuszokat is elvitték, meg egy valami másfajta, valami zöldlevelű virágot. Egy két napra rá nem is vette észre még, hogy a baltát is elvitték. Ez az eset éppen a szabadkai Zorka helyi közösségben történt, de lehetnénk a város bármely pontján. Nem kell sokat kutatnunk, ha hasonló történettel szeretnénk találkozni. Itt sem egyedi esetről van szó. Egy pár napja a szomszédunk ugyanúgy reggel 4 óra felé fölébredt, mert hallott valami ilyen mozgást, hogy le akarták neki venni a kaput, a nagy kaput. A város szűk központjában sem érezhetik magukat biztonságban az emberek. Ennek az asszonynak fényes nappal a korzóról lopták el a bezárt bicikliét, csupán néhány percre tértek be kislányával a bankba. Nagyon sokat jelentett, mert csak az van, se kocsi, semmi nincsen, csak az volt az az egyetlen, amit megsirattam egy hétig. Azóta pótolta ellopott kerékpárját, a rendőrséghez nem fordult, ahogyan sokan mások sem teszik. Nincs is értelme, hiszen Szerbiában jelenleg 5000 dinárig lehet lopni. Alacsonyabb összeg esetén az ügyészség hivatalból nem indít eljárást. Ezen szeretne változtatni a VMS törvénymódosítási javaslata. Célja, hogy a legkisebb összegű lopásoknál is fellépjen a rendőrség az elkövetők ellen. Erre vonatkozóan a következő napokban is folytatjuk a beszélgetéseket, a tárgyalásokat. Reméljük, hogy sikerül kiharcolnunk az zéró tolerancia elvének a megvalósítását. Az úgynevezett kísértékű lopás több személy mindennapjait teszi tönkre, vagy nehezíti meg jelentősen, hiszen mondjuk egy régi kopott, nyikorgó bicikli sokszor az egyetlen vagyona egy családnak.